Magyarországon eddig még soha nem jelent meg a sertéspestis, a legfontosabb feladat a megelőzés, erre hívja fel a figyelmet a Nébih. Továbbra is hangsúlyozzák, hogy az Ukrajnában elterjedt afrikai sertéspestis veszélye miatt tilos behozni Magyarországra személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket. Elsődleges intézkedésünk és feladatunk nekünk most Magyarországon, hogy a behurcolását a betegségnek, a vírusnak minden lehetséges módon megakadályozzuk. Hogyan kerülhet be ez a vírus? Egyrésztről, mert tudjuk, hogy kint van vaddisznóállományban, illetve vaddisznó eseteket is jelentik a szomszédos országokból, tehát nagyon fontos, hogy a vaddisznók természetes terjedésével, ha ide jönne Magyarországra ez a vírus, akkor minél hamarabb beazonosítsuk, megtaláljuk a betegséget. Éppen ezért a vadászhatóságok felé, illetve a vadásztársaságok felé mi már intézkedtünk. Konkrétan például egyik intézkedés az, hogy mivel a betegséget elsősorban vaddisznó hullából lehet kimutatni, tehát nem a lelőtt, élő, egészségesnek tűnő vaddisznókból, hanem hullákból. Tehát eddig is volt egy olyan kötelezettség a vadásztársaságoknak, hogy valamennyi elhullott vaddisznót jelenteniük kellett az általános hatóságnak, és azt vizsgálni kellett. Most viszont aktív keresésre köteleztük a vadásztársaságot, hogy keressék, tehát humán erőforrást biztosítsanak ehhez, hogy keressék, próbálják megtalálni a vaddisznókat, és lényegében a cél, hogy bárhol elhullott vaddisznó van, azt találjuk is meg. Ez az egyik intézkedés. Van is ennek eredménye, tehát több vaddisznóhullát került be vizsgálatra már, mint a korábbi években. Természetesen valamennyi mind negatív volt, és kedvező eredményű volt eddig. És nagyon fontos még, hogy a vaddisznóállománynak a állomány sűrűséget, amennyire lehet, próbáljuk csökkenteni, mivel a tovább terjedés egy kisebb állomány sűrűség mellett kedvezőbb nekünk. Éppen ezért a vadásztársaságokat a határ mentén, az ukrán határ mentén kijelölt, mint egy 10 kilométeres magas kockázatú területen, az ott található vadásztársaságokat arra köteleztük, hogy a kocákat, a vaddisznó kocákat lőjék ki elsősorban, hogy ezzel próbáljuk meg csökkenteni az állomány sűrűséget. Ők ennek is eleget tettek, és nagyon fontos, hogy valamennyi kilőtt vaddisznót jelenleg most nem lehet felhasználni mindaddig, míg kedvező laboratórium vizsgált eredmény nincs a birtokunkban, tehát valamennyi lelőtt vaddisznóból mintát kell venni, és azt intézetben meg kell vizsgálni. Ha már említette, hogy most van egy olyan terület itt a határ mentén, ami kockázatosnak vélt terület, ez milyen terület jelent, milyen településeket érint itt a határ környékén? A határmenttől mintegy 10 km határoztuk mi olyat a kockázatos, magas kockázatú területet, azért magas kockázatú, mert határ túlsó oldalán ott van a betegség, tehát ezért magas kockázatú értelemszerűen. Ez mintegy 22 vadásztársaságot érint ezen a területen, illetve 56 települést. Az előbb említett vadásztársaságok felé az intézkedések megtörténtek, valami nagyon fontos, hogy az érintett településeken is fogalmazottunk intézkedéseket, mégpedig március 31-ig valamennyi az 56 településen valamennyi sertéstartó gazdaságot, itt háztáji gazdaságról beszélek, az általános kollégák felkerestek, végigjárták, felhívták a betegségre a figyelmet, az állattartókat tájékoztatták róla, illetve átadták azokat a tájékoztató anyagokat, amikben lényegében, ha elolvassák az állattartók, nagyon szépen össze van foglalva minden fontos információ a betegségről, magáról a betegségről is, hogy miről van szó, milyen betegségre állunk szembe, illetve hogy miket kell megtennie mindenkinek a saját területén, hogy a betegség behurcolását megakadályozzuk, illetve hogy minél hamarabb felismerjük. Ezek már megtörténtek, ezek az intézkedések, illetve ezzel egyedüleg mi számba vettük ezen a magas kockázatú területen valamennyi sertéstartó gazdaságot, tehát konkrétan egy konkrét adatbázisunk van most, hogy itt mennyi sertés van, hogyha esetleg járványvédelmi intézkedést kell hoznunk valamikor. Hogyan előzhető meg a vírusnak a terjedése, illetve beoldható-e ez ellen a betegség ellen az állat? Beoldható-e? Semmiképpen nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem lehet vakcinát kifejleszteni, tehát hatékony vakcina nincs ellene. Tehát szóba sem kerülhet vakcinás védekezés, nem is gyógyított a betegség, és nem is szabad gyógyítani, hanem fel kell számolni, ahol a betegség megjelenik. Azt az állományt fel kell számolni, az egész állományt, nem csak a beteg állatokat. Elsősorban a behurcolást kell megakadályoznunk. Hogy hurcolható be a betegség? A házi sertésnél mindenképpen az egyik lehetséges forrás, hogy fertőzött élősertéssel hurcolják be. Ugye Ukrajnából legálisan élősertést behozni tilos, tehát ez az utat kizárhatjuk, tehát legálisan élősertést nem hozhatnak be Ukrajnából. Viszont nem tudjuk az illegális kereskedelem mögött mi van, mi lehet, tehát nagyon fontos, hogy bármilyen állattartó olyan szempontból felelősen járjon el, hogy ismeretlen helyről
pótkocsiról, utánfutóról, utcán megállókocsiról sertést ne vásároljon, bármilyen kedvezáron kínálják, ugyanis ilyenkor jellemző, hogy olcsón kínálják ezeket, akár az élő sertéseket, akár a sertés termékeket. Tehát élő sertést csak ismert helyről, illetve megfelelő áltékési papírokkal, forgalmazási dokumentumokkal vásárolja meg valamennyi állattartó. Ez nagyon fontos, hogy kizárjuk az élő állattal történő behurcolást. Másik lehetséges mód, hogy fertőzött élelmiszerrel kerül behurcolásra. Nagyon fontos, hogy Ukrajnából egyébként is tilos behozni állateredő élelmiszert, de semmiképpen sem hozzunk be ilyen élelmiszert, nem csak a jogszabály tiltása miatt, hanem a saját állatállományunk fertőzöttségének a kockáztatása, tehát a állományunk kockáztatásának kizárása érdekében ne hozzunk be ilyen állateredő élelmiszert, illetve semmilyen állateredő élelmiszer, tehát nem csak Ukrajnából behozott, hanem Magyarországon keletkező állateredő élelmiszer, sertéseredő élelmiszer a sertések takarmányába ne kerüljön. Ezt jogszabály is tiltja egyébként, hogy nem szabad takarmányba állati konyha hulladékot bekeverni, tehát nagyon fontos, hogy ezt is be kell tartani. És még fontosabb, ha valaki esetleg vadászik és úgy sertéstartó, ott is van sertésállománya, semmiképpen sem menjen a sertéség közé abban a ruhában, abban a cipőben, amivel esetleg vaddisztó vadászaton vagy vaddisztó zsigereléskor jelen volt, mivel a vírus a ragályfogó tárgyakon úgy, mint cipő, ruha életképes marad és beúrszolható az sertésállományba. Illetve nagyon fontos még, hogy mint ahogy mondtam az előbb, az állatért élelmiszerrel semmilyen kapcsolatban kerüljön a sertés takarmánya. Ez különösen igaz, hogy vaddisznó eredetű bármilyen húsnyesedékkel, mosóvízzel ne kerüljön a sertés mosdéka kapcsolatba. Az állattartó telepeken milyen megelőző intézkedésekre van szükség? A nagy létszám állattartó telepek, tehát a 100 sertést tartóktól, illetve ettől többet tartóknál természetesen egy nagyobb járványvédelmi zártság kell, hogy legyen, és ezeket általában is alakítják. Nagyon fontos, hogy ezek a járványvédelem tárgyi és személyi feltételi ne csak meglegyenek, hanem azokat alkalmazzák, működtessék is. Tehát ne csak meglegyen a fertőtlenítő medence, hanem abban legyen fertőtlenítőszer, megfelelő időközönként cseréljék, illetve szerezzenek érvényt annak az előírásnak, hogy állateredető élelmiszert, ha dolgozók bevisznek és lesznek, az semmiképpen se kerülhessen a sertésekkel kapcsolatban, idegenek ne járhassanak be a telepre, tehát az általános járványvédelmi zártságot biztosítani kell valamennyi sertéstartó gazdaságnak. Mi ezt levélben, illetve egy tájékoztatóanyag megküldésével konkrétan intézkedtünk a sertéstartó gazdaságok felé, hogy ezeket tartsák be, és nem csak most ebben az évben, hanem ezt már évek óta felhívjuk a figyelmét a nagy sertéstartó gazdaságoknak, ugyanis látva a 2007-ben Grúziában megjelent afrikai sertéspestis járványnak a gyors terjedését, kiterjedtségét, kellett készülnünk rá, hogy előbb-utóbb közeledik majd Magyarország felé, mint ahogy történik is ez, hogy egyre közelebb van hozzánk. Nagyon sok védőintézkedést tettünk már korábban is, úgynevezett monitoring vizsgálatokkal a vaddisznókat és házi sertéseket is vizsgáltuk, sőt, konkrét szimulációs gyakorlatokat tartottunk. 2013-ban volt egy országos szimulációs gyakorlat, 2014-ben megyénkben is volt ilyen gyakorlat. Az országos gyakorlaton konkrétan végigvittünk mindent, hogy egy járvány kitörésekor mit kellene tenni, megnéztük, hogy rendelkezésre állnak a technikai erőforrások, humán erőforrások, az eljárásrendek rendben vannak-e, szimuláltunk egy járvány kitörést konkrétan.